Pár napja bejártuk a várost, hogy régi fényképek alapján megmutassuk néhány utca és épület jelenlegi állapotát. Találtunk azonban egy teret, amit nem tudtunk megmutatni, mivel éppen felújítják. Aztán rájöttünk, hogy ez is hír, ezért visszatértünk az Országzászló térre, hogy megnézzük, mi a helyzet most. Ilyen volt. Ilyen is volt. Most ilyen. És ilyen lesz. Persze nem azonnal, hanem nagyjából május végén, ha minden a kivitelezők tervei szerint alakul. Egyelőre biztatóak a kilátások, hiszen a munka az ütemezés szerint halad. Mostanra elkészültek az ivóvíz, a szennyvíz, az elektromos vezetékek és a csapadék csatorna cseréjével, felújításával. Ez az a munkafázis, amikor látszólag nem történik semmi a területen, hiszen a munkálatok leginkább a földfelszín alatt zajlanak, és tennivaló akadt bőven, hiszen rengeteg régi, de ma is használatban lévő vezeték cseréje volt szükséges. Persze a földfelszín fölött is alakulnak a dolgok, hiszen készül az Országzászló emlékmű, Máté Krisztián szobrász és Láposi Gabriella, illetve Bíró Csaba bronzművesek közreműködésével. Az emlékmű a virágóra mellé kerül, a virágóra pedig nem megy sehová, marad az eredeti helyén. A térre ülőkavicsok, padok, fák, bokrok kerülnek, a gránit burkolat pedig egységessé teszi a teret a főutca burkolatával. A burkolat elemei egyébként már megérkeztek, és a padokat, térbútorokat is gyártják. A tér környékén a forgalmi rend is megváltozik, autóval csak a Szent István Király Múzeum mellett lehet majd behajtani, biztosítva a Bástya utca és az ahhoz kapcsolódó utcák megközelítését. És hogy mindez hogyan néz ki majd a valóságban, az nem is olyan sokára, május végén kiderül.